Július közepén hirtelen megugrottak a hazai péksütemények és a kenyértermékek árai. Az ok az, hogy a gabona, bár jól indult a szezon, mégsem hozta a várt hozamot. A minőség jó, csak a mag apró és kevesebb. A betegségek a termést elkerülték, de drágult a gabona. A tavasz az relatív furcsán alakult, mert ugye voltak meleg-hideg időszakok, és ami a legjelentősebb változás volt, az a nagyon hűvös és csapadékos május, amire ugye azt mondjuk, hogy arany a tér, és így is indultunk neki, úgyhogy nagyon bizakodóak voltunk a termés illetően. Aztán jött ez a óriási hőség és szárasság júniusban, és ez mindent visszafokozott. A hozamok idén még beleestek az átlagosba, de az alsó határértéket közelítik meg. A terményárok úgy, mint ahogy a nyersanyagok árai is a Covid időszak után vagy között, vagy nem is tudom ezt most hogy mondjuk, jelentősen megemelkedtek, és így a terményáraknál, amit most látunk, a tavalyi évhez képest van egy ilyen 10% áremelkedés. Az áremelkedést már a pékek is érzékelik. Például egy ilyen kis búzamag, búzaszem, egy ilyen kilós kenyérbe, igen, egy ilyen picike semmiség, varázslatos. Egy ilyen kilós kenyérben 15 ezer forint megy egy mag. Persze megőrülve, csak a lisztje. Azt mondja, ha tartani akarják a minőségi nívót, árat kell emelniük. Az alapanyagaink innen Szlovákiából van minden, például a liszt, a tönkölyliszt lakszakárosról, a búza és a rozsliszt meg trencséni malomból. Igyekszünk itteni hazai termékekből gyártani mindenféle terméket, és nagyon szeretnénk, ha a lakosok is a hazai termékeket vásárolnák, mert ezek szerintem nálunk biztos, de máshol is garantálva van, hogy nincsenek ez a sok tartósítószer, térfogatnövelő, penészgátlókat raknak belé, hogy a termék tovább kibírja a szavatosságát. A hazai pékeket azzal hozzuk helyzeti előnybe, hanem a nagy áruházak gyorsfagyasztott félkész, külföldről behozott termékeit részesítjük előnyben, hanem az itthoni minőséget hangoztatja a pékmester. Szlovákiának ugyanis a jelen állás szerint sem import gabonára, sem pedig import péksüteményre nincs szüksége.